Elnökválasztást tartanak vasárnap Horvátországban. Az államfői posztért négyen indulnak. A legesélyesebbnek Ivo Josipović jelenlegi elnököt mutatják a közvéleménykutatások, de a győzelem várhatóan a választás második fordulójában dől el. A szociáldemokrata elnök legnépszerűbb kihívója a konzervatív Horvát Demokratikus Unió jelöltjeként induló Kolinda Grabar-Kitanovic, Horvátország korábbi ENSZ nagykövete. A másik két jelölt, Milan Kujundžić, a parlamenten kívüli jobboldali populista horvát hajnalpárt alapítója, és a 25 éves euroszkeptikus Ivan Sinčić, aki aktivista társaival a kilakoltatások ellen küzd. A közvéleménykutatások szerint nekik nincs valódi esélyük az elnökségre. A második fordulóban ezért valószínűleg a szociáldemokrata Ivo Josipović és a konzervatív Kolinda Grabar-Kitanovic küzdhet január 11-én.